Mai videóban lecsekkoljuk a tolvajszimulátor Szimulátor második részét. Nemrég kijött PS5-re is a játék, szóval ha érdekel esetleg titeket, akkor csekkoljátok le. Van story mód? Ó, <laughs> oh, hát nyomjuk a story módot. Döbbenetesen sokat költekeztem mostanába, szóval beugrunk a szomszédhoz, megnézzük, hogy van-e egy kis kölcsönpénze. Már megint hívnak, már megint hívtok, hagyjál meg, még ki a szememet, már <laughs> ki lehet nyomni? Öh, jó, nem válaszolok, mondjad. You have one minute. Jönnek egy perced van? Ne sietessél, jó? Azt se tudom ki a tököm vagy te Oké okay. Nagyon barátságosnak tűnnek Ja, mondjuk nem ártana sprintelni Húzáj hú, 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 hú. Kiossanak akkor azt úgy? Ja, hát Totálisan leszarja egyébként, a világ legbénább őre vagy csapnivalóan. Fosul csinálod a munkádat, kirúgnálok most itt helybe. Escape through the back gate. Most vissza kell mennem, hogy a hátsó kijáraton lépjek le? Rohadjál meg, már kim vagyok. Hello! Mi van, most kell kijönni friss levegőzni? Egyen vissza a bánat oda, ahonnan jöttél. Húzza már, el, mert elázol. Na, szia! Szerinted észrevesz a sprintelek? Nem. Hát itt mindenki félig siket, meg nagyot halló, de mindegy semmit nem látok itt a kocsim, vagy miért felőlem talicska is lehetne, mert azt se látnám. Jó, hekkelő laptopunk is van. Remélem, hogy a munkáltató biztosítja a laptopot, jó? Mert a sajátomat biztos, hogy nem fogom ilyen hekkelgetésre, meg betörögetésekre elcseszni, oké? Okay? Valami vírust ráraktok véletlenül, még meg is fejelem a homlok lebenyedet. Szóval egy egész ö, bűnügyi szervezet ö, kerget, és hogy ö, tud segíteni, de nem ingyen persze, 102-esbe kell betörni, hát akkor betörünk a 102-esbe, ez mi? Kuka búvárkodni is lehet, de jó. jó Na, ma, hát mostantól legalább biztos, hogy le fogok bukni, mert a szagcsíkot húzom magam után. Mi van, meghallottál? Hát de nem is csináltam semmit, te nyitottál nekem ajtót. Nem is csináltam semmit. Én csak itt izé Foxpost csomagot jöttem átvenni. Nem tudsz bebújni az ilyen rekeszekbe? What? Hát nem is csináltam semmi, passz meg! Ha? Most már azért is letartóztasz, hogy az év véletlen bekerültem az erkére. Hát csak a kukát akartam neki kivinni. Vannak kutyák is, de jó. És nem tudom, hogy mit kell velük csinálni, mert már betöltött a játékot. Jó, van, majd rájövök valószínű, miután kiharap egy darabot a seggemből. Jól vagy? Hívja a Becsúszott a barna maci? Túl erősen nyomtad, és ő, szaftos lett a vége, vagy oh, mind voltunk már ebbe a szituba. Nem kell szégyelni. De a helyedbe az, aki húznám magamat. Mi ez? Parkur! Mi ez? Ez egy szép kint. Ti konkrétan kéritek, hogy kirabolja a Elhagyatott ház. Jó, hát akkor nem is kell itt kúsznom, másznom. Most szivattok? Ez egy csapda, esküszöm. Nem hiszem, hogy itt bármi van még, mert szerintem már mindenki, meg az anyja is kirabolta. Tudod, milyen drág egy doboz, csampó? néz meg, ráadásul a Hedensolders, öcsém. Tedd már be a táskádba. Személyes naplója valakinek? Nincsenek ilyen megalázó részletek az életéről, amit felhasználhatnánk kellene, hogy uh, utaljon pénzt? Különben kiposztoljuk a Facebookra. Számológép, vagy összeszámolhatjuk a nem létező pénzemet. Oké, okay, fazék, az mindig jól jön. Az mindig olyan vagyok, mind öreg anyám, én is már gyűjtöm ezeket a szúgykokat. Ó, még pénz. Hát, öcsém, már most gazdagabbak vagytok, mint én. Vagyis hát most már nem, mert most már ugye lenyúltam mindenedet. Akkor el kell adni a cuccokat, amiket most összeszedtem, hogy ki tudjam fizetni ezt a félkegyelműt, akiről azt tudom, hogy ki a tököm egyébként. De még egyszer itt flagmázva felhívok, lehet, hogy megfejelem. Jó, hogy csukjuk be az ajtót magunk után, nem vagyunk barbárok. Egyébként, ha elhagyatott a ház, akkor mi nem költözök ide. Jó, most talán nem sokkal segjük van a rendőrség, csak az mert kettőt pislogok az embereket és kirabolom őket, akkor ez az ér. Hol vagyunk? Ja, itt, egye beljebb. Jó. Mennyi pénz van a kártyádon még egyébként egész napit rejsz telefonálgatni? Szóval azt akarom betörni a 104-esbe, de ahhoz kell egy drón amit a 103-asból szerzek meg. Meg kell tanulnom megjelölni az embereket, nem tudom, húgyozzam bokán, vagy nem tudom, mit szeretnél tőlem. Kell egy izé parkolót keresnem, mert ezzel az óriási tűzpiros terepjáróval itt csak az nem vesz észre, akinek mínusz két szemgolyója van. Karórára már nem volt pénzetek? Honnan tudjam, hány óra van? Mi van itt egy izé? Közösségi fali óra, vagy mi? Nem tudom, hány óra van. Hány óra van? Hát szerintem még otthon van. Van egy olyan tippem. Megjelöli, hogy ö, mikor hova megy? Hát ez nagyon ilyen Joe goldberg stílus. Nem vagyok egy picit megszállottja ennek a palinak? Jó, most elment a rötyire. Hát azért ennyire részletesen nem voltam kíváncsi a napjára. Jó van, Palim, szorulásod van, vagy mi? Húzzam el! Nem látod, hogy itt várok? Nem szép dolog megváratni a vendéget. Most mi van, ma megint összerogytál? Ennyire nem megy a cipőfűzőköt, és segítsek. Át a lyukon, nyuszi fül, bemegy a Barlangban, meghúzod, két masni, vagy lehet, hogy inkább érdemesebb lenne szandát használnod, csak úgy simán, az egy kamera? Te most megfigyelsz engem, ahogy megfigyellek téged? Jézusom, Palim, úristen, na jó van, én bemegyek, szia. Hmm. Meghallott. Ah, nem lett semmit, nem lett semmit, nem lette semmit. Hó! Fuss az életedért, Csajos! Hello, taxi! Daj mi, betúz bújni ebben nem? Oh, bokor. Bokor? Na, én csak egy izé, kupac rózsa vagyok, hagyjál békén, jó? Cipőfűzőjét se tudja bekötni, de egy kilométerről meghal. Ennyi, leráztuk. Hála Isten, elég ilyen amnéziás feelingűek ezek a rendőrök. Már el is felejtették a létezésemet. Most mehetek vissza. Itt van egy ásó jel a térképen. Ez mi? Itt el van ásva valami kincs. Öcső, nem mondtad, hogy ez ilyen karib-tenger kalózai feeling. Van ásód? Nincs, persze, hogy nincs. Miért lenne bármi hasznos nálad? A rejtek helyemre kéne menni, csak a tököm se tudja hogy hol van. Van egyáltalán olyanom? Valami izé random bokor a réten maximum, vagy nem tudom, mert máshol nem jártam még. Öcsém, milyen és lakásom van, fullos penthouse. Jó, ott hát a dekoráció még van mit javítani. Kine törjem a nyakamat, hogy bele ne teleportálódjak a föld középpontjába, itt akkor a lyukak vannak. Jó, és akkor most el kell húznunk a 102-eshez. Szét kell törni pár dolgot. Undorító vandál. Na hát jó, hogy lehúzták mielőtt rácsapkodtál, te vadbarom. Semmi értékes, jobban járnék, ha elkezdeném a szerveimet eladogatni, mert ezek mind olyan csórók, mint én. Hát, amikor a csóró rabolja ki a csórót, mit csinálják ezzel a villával? Ott szúrjam ki a szememet? Ezt meg szétcsösszük. Pont most jönnek a csaruk. Eddig mindent szétcsaptam, és mindent elraboltam, de az az utolsó műzlistál széttörése, az volt az utolsó csap a pohárban a rendőröknél, most rám küldik a szvatot. Halló! Jöjjön! Halló! Bűnöző zseni vagyok, öcsém! Na arra, hogy ilyen ho futási technikával nem tudom, hogy engedtek át egyáltalán az akadémián. Hát meg ennyi iq tehát ö, az egyetlen dolog, amiben el tudok bújni, ez az óriási kuka is, pont ezt nem nézed meg. Sos várjam meg, vagy fussak el? Inkább megvárom. Még szerencsé, hogy ö, bármilyen helyen tudok szundikálni. Hogy lett itt a rendőr? Hm? Senki más nem jelentkezett rajtad kívül a szakra, vagy mi? Ott van a kocsim egyébként a ház előtt. Tehát szerinted ennél nagyobb Oh, hello. Azt mondja, nem talál. Csak az nem talál meg ilyen távolságból, akinek az egyik szemét kiszúrták, a másikat meg kisósavazták. Kocsim is ott áll a ház előtt, tehát ennél nagyobb nyomot már uh, max úgy tudnék hagyni nektek, uh, ha űrhajóval parkoltam volna be. Jézusom, Palim, hagyd abba, menj haza, mondj föl. Válasz másik karriert. <laughs> Zárfeltörést meg tudom tanulni. 103-ason tudok gyakorolni, de hát a gyakorlás felúzereknek való, én vérprofi vagyok. Valamelyikbe megyünk, mindegy. Pip, már innen. Jó, és most ö, olyan helyre parkolunk, ami nem a mindenkinek az orra előtt. Kirakta ide ezt a hegyet? Szóval, hogy nem az országvilág orra elé parkolok. Ki írta, hogy valaki felismert? <laughs> oh, rajongóim már most vannak. Ki vagyok valahol poszterezve? És azokról felismert. Lockpicking. Oh my god. What? Kellett volna ez egy tutoriális, nem? Ah! Oh, genius! Jó. Lószár, lószár, még több lószár, húgyjál. Mindent kinyitok, és, és zavar, hogy rendetlenség van. Bár csak való életbe zavarna ennyire. Ezért jöttünk. Ez a lényeg itt nekünk. Jó, megvan a drón, megvan a money. De itt nem ér el a kamera, nem? Háhá, lúzerek, viszlát! A saját polcsaimat nem fogom kirabolni, nézd, úristen, halod valami cifet, nem tudnál venni legalább. Ez annyira igénytelen, hogy még belekulázni se lenne ingerem, inkább mennék ki a fűbe. Külön drónnal kell hatástalanítanom a security rendszerüket. Mi vagyok én, Iron Man? Tony Stark, vagy mi? Jó, hát akkor menjünk repülős megfigyelésre. Bosszú álló szintű felszereléseim vannak, a csém. Mi a bánatos lószer ez? Mi Pentagon? A normálisok vagytok? Hát én ide biztos nem török be. Ti meg vagytok húzatva, inkább megyek kukázni. Mi ez? Elvesztettem a dront. Adhatatok volna valami hekkelés ututoriánt. Ja, hogy 25 métert tud max menni. De akkor miért nem megyek már én magam be? Ennyi erővel már átugrom a kerítést, és bemegyek. Viszéből a kamera. Elvesztettem a drónt, természetesen. A szóval mivel ez a vadállat állandóan megpróbálja megmondani, hogy hogy éljem az életemet, és úgy érzem, hogy be vagyok zárva egy ketrecbe, toxikus kapcsolat megtestesítője, nem kapok tőle levegőt, ezért megpróbálom a sima játékmódot, amiben nem csörög rám két percenként. Szabadságra van szükségem. Kiveszem az összes szabimat, hagyjál idén már nem jövök dolgozni. Szétirritálnak ezek a holdjárok, ezek az űrhajók az utakon. 20 centi szél első úton. Minek kell egy a terepjáró? Hova viszed ki a traktort a CBA-ig? Szétirritál, Megérdemli ez a karakter, hogy csóró legyen. Tudok, már most shoppingolni van 200 dollárom. Látod, már most előrébb vagyok, mint az előző évben, ahol 50 ezer vagy 500 ezer dollár izébe voltam. Adósságba már két perc után, miután megszülettem bele a világba. Semmi, semmi, semmi számológép. Egy főnyeremény megütve. Olcsó rádió. Na, nem érnek ez ezek semmit, valami izé, olyasmit kell találni, amivel megzsarolhatom a létezésüket az embereknek. Privát napló, vagy privát képek, vagy valamit. Mindent elviszünk, minden. Családi képeket is eladjuk szépen. Ha esetleg valakinek nem lenne, de mégis úgy tenne, mintha lenne, akkor lehet, hogy el akarná vinni ezeket. Konyissuk ki, jó. Légy szíves, már nem akarok átsaplatni a susnyáson. Hello, jó estét, Na néz a szemébe. Jó estét! Pusztuljál már gyorsabban, mi vagy te járőrözöl? Jó, itt még kutyi is van. A kutyit elrabolhatom? Nem szemétségből, most már nem azért, hogy traumát okozzak meg minden, de ha szeretem az állatokat, akkor figyelj, váltságdíjat követelhetek érte, nem? Eladunk pár cuccot, hogy euh, tudjak menni shoppingolni, jó, mert most megörcsöl a kezem, már egy órája nem vettem semmit. Lila, hajad! <laughs> Mondjuk semmit nem látok. Cool! Te kivel kötek szel? Már velem szerintem nem, én úgy érzem. Hova van feszítőves, nem kéne megsimogatni kicsit a koponyáját? Na mindegy, jó van, nincs nálam semmi. Majd megjegyeztelek, nem sok embernek van itt szerintem lila haja, még összefutunk, barátom. Szaros gatyádat is ellopom, eladom az ebay-en. Na, szel, 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 szel. Mennyi pénzünk van, gazdag vagyok? Már 430 dollár. Öcsém, azért figyeld, mi a fullos sép vagyok. Miért nem nyitok inkább éttermet? Social media, star lehetnék ilyennel. Lef megfotózod Instára, háziasszonyok behugyoznának az örömtől. A kalapáccsal vernék a like gombot. Nem tudom, miért nyitom ki a szekrényt, egyébként magamat nem fogom kirabolni, nem? Aha, itt van a palim. Mi volt az előbb? Nagy volt a szád, de som. Mi? Lock him up. Hogy tudom kiválasztani a crowbar-t? Elállom az utat? Igen, direkt állom el, nem magyarázzám már. De elnézést, nem kezdeményezhetek utcai verekedést a feszítővasommal? Tudod mit? Akkor csak simán itt hagyom a kocsit. Bye! Sok szerencsét! Oh my god. Ezért rám hívtad a rendőröket. Oh my god. Are you kidding? Excuse me? Ja, hogy ennyi? El is kapott? Milyen fradó fekete lyuk van a rendőrautóba? Csak egy kicsit belém jött. Rám hívta a rendőröket, mert elálltam az utat, mert nem tudott kikerülni. Mekkora egy spicli kis bánatfejű. Ú, te még az én utcámba. Az összes utca itt az enyém lesz idővel, és nem fogsz tudni majd más menni, csak az én utcámba. Húzza már innen, jó? Nem, elsőbségem van, nagyobb vagyok. Szia, viszlát. Na, elnézést. Na jó, van, random szállítok már villanyoszlopot is. Várjál, keresek egyit. Uh. Oh-oh. Ezt nem így terveztem. Nem, én azt hittem, hogy csak felállsz a tetejére a létrának. Oh, fuck. Hú! Oké. Okay. Nem adtad el rendesen a tüzet? Legalább pisáltad volna a telibet. Ó, milyen vázájátok vannak köcsém. Remélem, ilyen izé antik köcsög volt ez. Jó, nem érdekel a papír alapanyagotok, nem fogok itt visszaváltani nektek ingyen mindent. Miért nem tudom elvinni a csukát? Leszerelem ezt a villanykapcsolót is mindjárt. Még egy köcsög, még egy ilyen. Ó, üvegbord. Remélem jó évjárat, mert ha nem a fejeden töröm széjjel. Ó, még egy ilyen szutyok. Gyerek, a kecsapot is hozzad, imádom a kecsapot. Fogd már meg. Szedd már össze magad, fiam. Ennek a félkegyelmének akkor követjük a rutinját. Úgy kéne időzítenem, hogy így ő, körül kéne sasszéznom? Körbetáncolni a palit? Amikor ő kimegy, akkor én bemegyek? Jó, megpróbáljuk azt. Hello, jó napot! Nincs itt semmi látni, vagy csak felmérem a kerítés állapotát, igen, majd keresztül is ugrálok rajta, nem azért, hogy betörjek. Csak kicsit rozogának tűnik, aztán ő tesztelni kellene, hogy rárodjon a faszira. Oh-oh! Fuck, 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 fuck. De miért vagy ilyen ellenséges amúgy? Lehet, hogy csak barátkozni akartam. Honnan tudod, hogy nem? Nyom a gázt, hallod? Csak egyesbe tud menni ez az autó? Aj, nem tudok elmenni, mert követnek. Hát de nem tudok. Hát nézd meg, már céloz. Jó van, hitmen, nyugodjál meg magadnak. Hát, mi, hát, nem is tudod, hogy mit akartam. Most azért fejbe kell lőni, mert beestem véletlenül valakinek a kertjébe, mert totál véletlen volt. Nincs valami izé, traktor méretű bokor. Szóval csak véletlen... De ezeket a fákat nagyon rossz helyre rakják ám. Szóval csak véletlenül beestem amúgy. Nem is az volt, amire gondolsz, de mindegy. Egyből rosszat kell feltételezni. Kergetsz mindig. Hát hogy fejlődjek így szakmailag, ha nem is engedsz kiteljesedni? Most mi ez? Valami, valami riválisom van? Hello. Ez az én területem csicska gyerek, húz egy gurújá arrébb. De nagyon menő ez a járgány, nem cserélünk. Ez az első alkalmad a volán mögött? Hm? What? What? Na jó van, nehogy már összesírd magad. Hát te se tudod, hogy hogy kell kanyarodni? Nem tudsz kikerülni. Nehéz feladat ez. Nem is tudom, hogy hogy tudtál túljutni ezen az akadályon. Komolyan mondom, már sajnállak szinte, mert ilyen félkegyelmű vagy. Jó, tudod, mit leparkolok, mert itt mindenkit zavarok, akkor a holdjárón van. És ez mi? De ez nyitva van. Hello! És innen tudok lopni. Hello! Ja, Get away from me. Most miért kell elküldeni? Figyeld, azt mondja, húzzak el. Ha nincs is semmi a voltodban. Amúgy is egy szutykos, fostos helyez. Max a pókhálókat tudnám összeszedni a sarokból. Ez mi? Szia, kösz. Nem júz. Fésű? Nem kell senkinek fésűt, mindenki kopasz, azt nem tudom eladni. Oh, painting! Oh, azt elvihetem? Hol a kocsi? Oh, nyilván rohadt messze. Jó, van azért ne törd össze, hát a bánat megesz. Hol a kocsim? Fél túrát le kell menni, mire odaérek. Remélem legalább sokat ér ez a szutyog. Most hány kilós egyébként ez a festmény? Hm? Tömör aranyból van a keret? Vagy miért nem tudsz vele menni? Oh my god, egy hét múlva találkozunk. És akkor ezt be tudom rakni? Oh my god. <laughs> Bro, csak tedd be, kérlek. Jó, azt hiszem, ez így működik. Konkrétan oda pillanatra ragasztóztam, ez már nem mozdul sehova. Ha akarnád, se mozdulna. Most melyiket rabol? Ö, takarítottam? Hova tudok állni, ahol nem zavarok? Maga a létezés sem zavar. Igen, költöztető cégtől vagyok, igen. Oh! Oh, yes, level up! Lockpicking skill-t tudjuk uh, fejleszteni, és akkor amúgy ezt uh, el tudom adni neked, mert nekem rohadtul nem kell. Painting triangles 120 dollár? Oh, na erről van szó. 104-eshez ingyen tudok információkat szerezni, meg ehhez is mindent megveszünk, minden információt etessetek, csak úgy zabálom az információt, mertünk businesselni. Jó késő is van, most már csak nem csiripel fönt mindenki, mert komolyan mondom, már beleszorok egy kis altatót az ivó vízbe. Megnézzük ezt a bánatfejű, retkes talpú szomszédot, hogy még mindig olyan rohadtul idegesítő -e, vagy már alszik. Ide beparkolunk le a susnyába, senkit ne zavarjunk. Remélem a hangyák majd elférnek itt mellettem, ők nem fogják talán rám hívni a rendőröket, bízom benne. Most nem tudom, hol van a pali, Aff, már most meghallott? Super, hiper, super király van? Na ne szivadsz sem Ahhoz képest, hogy a bokrokba lehet eltűnni a legjobban, nincs túl sok bokor. Ilyen elszáradt rőzsék vannak, ebben még a vakok is észrevesznek. Ez az az első dollárom. Az első dollárom ettől a félkegyelmitől. Nem tudjuk hol van, nem tudjuk mikor ér haza. Szeretem a veszélyt. <haha> Fuck off! Semmi. Földgömb, jó lesz, visszük, mindent viszünk. A csém. hát mondjuk magadra vesz, hogy ennyi random dollárt elhagysz mindenhol. Ez az én hibám szerinted? Ez az első fő rablásom. Ezt is elvisszük. Remélem büszkék vagytok rám. Vérjamásom az egekbe, lehet, hogy kellett volna egy nyugtatót is benyomni előtte. Fuck! Csázd meg a villáidat. A drón, szia! Ó, projektor! Mekkora egy lúzer vagy a csém! Elhúzunk, és nem kísértem a sorsot, nincsen semmi. Lopott áru itt, dehogy! de hogy itt nem, itt biztos nem, ez tud, ez eredeti, ez az én saját gyűjteményem. Pénz, pénztárca, oh yes, baby, ezt szeretem én látni, remélem nincsen valami halálos támadású rottweiler Nem van hozzá. Elfelejtettem, hogy lassan kell kinyitni, Hé! Hey! Ő, ez az én képem. Ne Le legyél megszállott. Nem adtam engedélyt arra, hogy kiposzterezd a gyönyörű arcommal a várost. Hűtőben nincs valami kaja, ezt a sok izgulástól. Ellopom még egyszer a drónodat. Kihúzom a szekrényt is, hát ha elbotlasz benne reggel. Oké, okay, semmi. Jó, nem ilyen csórokat kéne megcéloznom, ezt is elviszem. Szobanövényedet is, mindent, amit szeretsz, elviszek. WC papírt is, azt hiszem, jó nagy meglepetés fog érni, mikor reggel mész, aztán csak a tenyereddel tudsz mindent. Só então fel se tűnik, hogy itt voltam. Nagyon durván alva ezért vannak úgy nyitva a dolgok, mert, mert ez az alvó hobbid. Jó van, palim, még mindig nem ért haza. Ja, tetszem, majd csak odaérsz, ahova elindultál. Nem is a ért törnék ide be, hanem a medencézésért. 40 fokban nem tudom, hogy miért nem lehet megnyitni a közösségnek a medidet, ha már van. Hol parkoltam Jézusom, még ebbe a mikropénis méretű parkolóba is elvesztem a kocsimat, akkor szerinted egy ilyen árkádba, vagy plázába? Te innen fogsz nyugdíjba menni egyébként, innen az utcáról. Ó, oh, most írta a játék, hogy talált a csávó egy nyitott ajtót. Hát nem csak egyet fogsz találni, Palim. <laughs> uh, na, ne idegeljél már keresztbe, jó van, akkor két kerékkel megyünk, hát hogy itt minden ilyen tiszta. Oh my god! Mi ez a dimbes dombos parasztút, hát nem igaz. Van ez a George boltja, ahol van egy kutya, de ez szerencsétlen süket, szóval ez a 105-ös, ezt megpróbáljuk meglátogatni. Nagyon vad lenne, ha most itt megállnék az utca közepén is elhelyeznék egy mikrokamerát. Jó, senki készre se vett, jóval lesz a szartok igazából. Jó, egy posztert megint levettem magamról, mert ez a megszállott mindenhova kirakja a fényképemet. Köszönjünk be, hello! Hello! Nem lehet megsimogatni valaki felismert. Szedjem le a posztereket, de hát nem tudom, hol vannak a poszterek. A szobája falán valószínűleg. A névre szóló, nekem személy szerint állított szentély fölött. Nem tudom, hol vannak. Ott van! Ú, ott van egy! Hú, ennyi! Nem fognak felismerni, vége a híres életnek. El is felejtenek egy egész életre. Olyan vagyok, mint a legtöbb popstar. Lockpicking kettő kell.

Interakció! Monkey! Benne vagy a játékban! cica nézz már meg! Azért, mert itt mi miausztattam, kaptam XP-t. körbe sem néztem, hogy mik vannak. Ez nagyon biztonságos lehet. Tehát itt egy erősebb szellő is behatol akár. Biztonságos bázison van, tényleg. Jó, ott itt már testeket is darabolhatok. Itt még van egy feladatunk, amit meg tudnánk csinálni, hogy el kell pusztítani a kerti törpét, és akkor azért lehet plusz XP-t kapni arra fel kell egyből, hogy veszek egy nagyobb levegőt, de erre nem, nincs semmit. Még egy szotja tízét drágább fajta műzlit sincsen. Még arra se jó az a hely, hogy betörjek és felcsesszem az agyamat az, hogy milyen csóró vagy. Tehát még, még meg sajnálni se tudlak a csóróságod miatt. Mindent elvittem el, sőre, akkor szétütöm a WC-det, rohadjál meg, kulázz a kertbe. Még egyszer 86-odjára és elviszem a drónodat. Vonalzódat is, kapsz egy körmöst, azt hiszem. Közt a gyereket még kirabolni is szomorú. Hello, dogó! Jó, akkor menjünk be! Nagy lószar, oké, okay, szuper, mindig is akartam ilyet. Oh-oh! Oh-oh, valaki jött! Fak fak, fuck, 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 hello! Igen, semmi feltűnő nincsen itt, csak az, hogy ilyen rohadt lassan vezettek. Harcolsz a gravitáció ellen? Vagy gyerünk már valami jár, iPad Pro, vagy valami nincsen. Semmi? De! Rajztábla. Miért vagy ilyen rohadt csóró? Fel tudok menni, vagy ez már nagyon ambiciózus szerinted? Cs ez az kellett, csak egy level áll, most húzzunk innen. Csengessünk? Hmm. Hol a kocsim? Oh my God, hova parkoltam? Nem most lihegjél, nem most van itt az ideje a haldoklásnak, jó? Azt marohom egy kicsit uh, későbbre, oké? Okay? A lockpicking level 2-höz 5 szintűnek kell lennem, és a zsebtolvajláshoz csak 4-eshez, szóval azt megtam tanulni, akkor nyomjuk azt, oké? Okay? Menj már, törődj a saját dolgoddal! Azt mondja, gyanúsan viselkedek. Te viselkedsz gyanúsan, miért stírolsz egy teljesen idegent? Én vagyok gyanús, amikor ilyen dinó kezekkel vonul egész nap föl alá a zebrán ez a bali. Nem tudtam, hogy kell nincs a tutoriál, sajnálom! Kiraboltam a kis nyugdíjat. Ezt meg! Sajnálom, Pali bácsi, nem akartam! Nem akartam, Pali! Csak gyakoroltam egyébként, nem te voltál igazából a célpont, meg ha nem éjfélkor, ja nem, hajnali négykor próbálnék embereket keresni az utcán, akit kiraboljak. Mondjuk ez a tökéletes időpont, mert ilyenkor nézd meg, megy haza a Pali bácsi full részegen a kocsmából, már a 15. kört nyomja, azt se tudja, hogy hol lakik, látott föl alá sétálgat, most szerinted akkor észre fogja venni, hogy kirabolom, nem is vette észre kamerát szereztem. Nexon kamera. Azt hittem, hogy a boltos csávónak a területén vagyok. Nem tudtam, hogy betörtem valahova. Hát arra, hogyha ha ilyen könnyű betörni hozzá, hogy random véletlenül besétál az ember. Nem fog észrevenni? Nem fog észrevenni? Ha ha, te lúzer! Sima tárca. Minek van ilyen hangja? És ez egy rendes gyerek, aki elaludt ezen? Ez? Jézus Mária! Ja, hogy ez egy bűnügyi helyszín valamire? Jaj, mennyi már gyorsabban ember! Mik ezek játékautók? Vagy mi? Távirányítós? Gyerünk, 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 gyerünk! Aj, baj, itt se vagyok! Cabinet key! A 107-eshez! Valahova Kaptam izét, kulcsot, nagyon kedvesen kölcsönadt ez a fiatal ember, nagyon önzetlen. Hol volt az a csajos, akit az előbb szintén meg akartam kérni, hogy adjon kölcsön? Elteleportálódott, az éterbe jó van. Nem alacsony kicsit a lakossági száma ennek a településnek, tehát uh, rohadt kevesen vagytok. Kiviztek a bizniszből. Hogy éljen meg így egy tolva egyébként, hogy nincs mit elrabolnom. Elég nagy pofátlanság tőletek most azért ebben a nehéz gazdasági helyzetben, azért segíthetnétek. Na ez elég jó nagy ház házból jött ki, akkor megtámadjuk. Mármint ö, lecsekkoljuk őt is. Ja nem, jó, te csak kukázni jöttél ki, akkor rohadjál meg. Nem akarod elhagyni a házat egy kicsit? Nem vagy te túl antiszociális? Gyere, megyünk kávézni, te fizetsz, nem? Jó, akkor nem leszek a barátod, hagyjál békén. De akkor majd ne sírjál, hogy nincsenek barátaid, jó? Mint én esténként. De menő vagy, te mi ez a lapát kész, te? Megfogom azt leverek egyet a saját kezeddel. Úgy, úgy, jó, jó. Bali bácsi nyugdíja, itt van Nexon kamera, és lesznek már üresek a zsebei, már mindent kicsortam tőle. Jó, hát a szerveit azt még ki tudnám kaparni, nem? Jó, ja, akkor nyomjuk az első hekkelést, mert végre úgy döntött ez a szutyog drón, hogy miért óztatik bejönni ma dolgozni, és hogy ma működni fog. Mondjuk meg kéne várni az estét, nem? Tehát itt uh, rohangálok, konkrétan a homlokomra van írva, hogy szia, jöttem rabolni, feljelentesz. Várjuk meg az estét, mondjuk, jó, hát kicsit később, tehát az még az óvodásoknak sem jött el az alvás idejük. Olyan korán van. Ezt elvileg most meg tudom hekkelni. Ó, oh, lúzerek! <tosz> ne ásítozz, mert rám is rám jön, akkor megőrülök. Nem is vette észre, hogy lekapcsoltam a villany? Elég csapni való vagy, már nem azért. Hagyhatatok volna egy kicsit több kp-t. ebből még egy rendes méretű pizzát sem tudok rendelni. Oké, okay, oké, okay. Azt hiszem, felteleportálódott a mennyezetre. A, még ezt is tahóság egyébként, hogy így megdolgoztatok a pénzemért. Nem tudom, hogy a két szép szememre miért nem tudsz beengedni. Monitor! Halad? Eléggé ki vagyok tesízve, persze egy egész PC-t is elviszünk. Most azt nem tudom letenni, tenni már le. Sss! Han, han, te idióta! Ja, hogy itt nem tudom kizélni. Sss, hát itt, te idiótart. Damn. oh, szerintem nem barátságos, bye, 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 bye. Aj, oh, fussál szerintem nem fognak utolérni, kicsit még rákjárásba menjél le, és akkor biztos, hogy izé lehet egy éjszakád az őrsön, mert már be. Ó, oh, easy, easy, soha nem kaptok elélve. Kivéve, ha még egyszer eltalálsz, ez egy jó lövés volt, rohadjál meg. hogy tanultál meglőni? Hát igazából sikeresek voltunk. Gondolom most megint kitapétázták a félvárost a képemmel. Szóval majd figyelnem kell a vadrajongókkal, vigyázni kell. Helló csajosaim, jó van kicsit már a ti mesterséges intelligenciátok már fejlődött, mert együtt járkáltok csoportostól. Üresek a zsebeid! Jó, akkor visszajöttem a süket kutyús, Jó... Náludni, aludni, hajnali fél tíz van, Á! Kiesztette belem a szart is. De nem zavartam. Bezzeg most nem sipákol. Lelopom a napelemet mindjárt tetődről, ha nem mész aludni. Váza, váza. Ó, itt nem néztem hátrafele. Pipere cuccot, használt borotfád nem kell, hagyjál békén. Ó, itt mindenki kápét tart mindenhol, szeretlek titeket. Ah! Hú, mennyi be? Ó, miért nem tudsz gyorsabban futni? Ja! ja. A mi a helyi őrjárat vagy? Húzz el gurújá arrébb, jó? Hát ilyen sebességgel azon a dombon nem fogsz tudni felmenni, megmondom előre. Toljam be neked? Segítsek? Valami szutyok? Mi ez? Vazelin? Rakhatod nekem mindegy. Tele van a táskám, húzzunk el a bánatba, amit tudunk. Kis váza, router, knife holder, chip blender. Talán el tudunk adni pár dolgot a... Hallod, indulok a polgármester választáson, és az összes táblát betiltom. Black nem nem tudok valamit eladni. Ó, valamit tudok, váza kollekciót el tudom adni. Még mindig nem legalább voltam, hallod? Itt viszont befejezem, mert végtelenségig tudnám rabolgatni az embereket. Ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, iratkozz föl, oszd meg az ismerőseiddel is, hogy minél több ember ez eljusson. Kövessetek be Instán is, és találkozunk legközelebb. Peace!